A Rekontra vendége Bauer Tamás, a Demokratikus Koalíció alelnöke. Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Krug Emília, 168 óra, és Hud Gergely, a Magyar Illap képviselő, mellesz képviselő, kérdezőtársam, köszönöm, hogy eljöttetek. Alelnök úr, nem lesz frakciója a Demokratikus Koalíciónak a parlamentben. Ezt ön hogyan értékeli? Ezt úgy értékelem, mint a Fidesz két éve szokásos módszerét arra, hogy visszamenőleges törvényalkotással az ellenzék működési lehetőségeinek korlátozásával valósítsa meg a korlátlan hatalomgyakorlásra irányuló alkotmányellenes törekvést. Egészen biztos abban, hogy ez a lépés csak és kizárólag önök ellen szól. Én hallottam már olyan vélekedést, hogy esetleg szakadár fideszesek tömörülését is. Igen, én is hallottam ilyesmiről, de miután van egy ilyen mellékhatása a dolognak, de az alap az, amit Kövér László nyíltan megmondott, történjék bármi, nem lehet a Demokratikus Koalíciónak frakciója az által elnököt Magyarország gyűlésben. Semmi meglepetés nem ért bennünket, az folyik ebben a kérdésben is, ami két éve folyik, az ellenzék ellehetetlenítése. Bár hozzá kell tenni, hogy a régi szabályok szerint is vitatott volt, nem hogy volt a bizonyos határidő letelte után is megalakíthatják. Nem volt ez vitatott, teljesen egyértelmű volt, a régi szabályok szerint alakult meg a Magyar Demokrata Néppárt frakciója az MDF szétválása után, maga az Alkotmányügyi Bizottság is azt mondta ki a határozatában, hogy fél éve elteltével megalakulhat ez a frakció, semmiféle vita itt nincsen. Ugye szó volt arról, hogy önök szeretnének, hogy ezekben az ügyben népszavazást vonnának be, és erről egy nagyon érdekes fejtegetést olvastam. Azt mondják, hogy tulajdonképpen zseniális taktikát alkalmazott a DK, mert amikor kiderült, hogy itt a parlamentben a határidőből kicsúszhat a koalíció, tehát így vagy úgy el kell dőlni a dolognak, ugye lejár a határidő, és akkor frakciót alakítottak volna, akkor önök előálltak ezzel a kezdeményezéssel, ami azt hozta volna magával, hogy az ügy visszakerül az illetékes bizottsághoz, kicsúsznak a parlamentbe. Ez ilyen megfontolás volt, vagy valóban hittek a nép erejében, idézőjelben? Miután a népszavazásról a parlamenti többségnek kellett volna döntenie, és hogy a parlamenti többség, vagyis a Fidesz hogy dönt, ez nem volt kérdéses, tehát valóban ez a határidőből való kifutást célozta. Viszont alkotmányos az... blokkád? Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ha a frakciók nem is lesz tüntetés, az lesz az Alkotmánybíróság épülete körül, ezt jelentette be március 15-én Gyurcsány Ferenc. Én itt némi ellentmondást vértem felfedezni Molnár Csaba szavaiban. Ő ugye azt mondta, hogy itt ugye egy beadványról van szó, azt akarják elérni, hogy ezt tárgyalják, miszerint az Orbán kormány a hatalom kizárólagos megragadására törekedne, és Molnár Csaba először azt mondta, hogy arra szólítják fel az alkotmánybírókat, hogy tegyenek eleget alkotmányos kötelezettségüknek, védjék meg Magyarországot az önkényuralom rendszerétől. Aztán utána azt is mondta, hogy lehet, hogy nem akarja befolyásolni az alkotmánybírák döntését, csak egyáltalán érdemben tárgyaljanak most akkor. Akarják, vagy nem akarják, de és igen, egészen őszintén mit várnak? Szerintem itt nincs ellentmondás. Itt csak ne legyen félreértés, a kizárólagos hatalomgyakorlás már nem törekvés, már megvalósult. Magyarországon ma egy egyszemélyi önkényuralmi rendszer áll fönt. Két év alatt ezt fölépítették. Mi arra figyelmeztetünk, nem csak mi, sokan, alkotmányjogászok nagy számban, meg közéleti szereplők nagy számban, hogy ez a kizárólagos hatalomgyakorlás, ez fölépült, és az Alkotmánybíróság még azok között, a szűk keretek között sem, amelyet az Orbán kormány meghagyott neki, még ezekkel a szűk lehetőségekkel sem él. Hát most azt nyilván tudják önök is valamennyien, mint ahogy a nézők egy része is, hogy a magyar alkotmány, a köztársaság alkotmánya második paragrafus harmadik bekezdésében azt mondja, hogy senki sem törekedhet a hatalom kizárólagos gyakorlására, ugye emlékeznek erre, és ez még azt is hozzáteszi az alkotmánynak ez a nagyon fontos bekezdése, hogy és mindenki köteles ez ellen minden törvényes módon fellépni. Jó, de azért nem engedje meg, hogy befejezem a gondolatot. Na most mi arra figyelmeztetjük, és nem csak mi, az Alkotmánybíróságot, hogyha valakinek föl kell lépni a kizárólagos hatalomgyakorlása irányuló törekvéssel, pláne annak megvalósulásával szemben, akkor az éppen az az Alkotmánybíróság,
amelyet elhoztak létre. Ha reálpolitikusként beszél erről, akkor azt gondolja, hogy egy maroknyi ellenzéki párt érdemben rákényszerítheti az Alkotmánybíróságot? Gondoljam végig, amikor a Fidesz maroknyi ellenzéki párt volt, Orbán Viktor vezetésével, annak az idején régen volt, rengeteg mindent tudott politikai fellépéssel elérni, rengeteg mindenre hívta fel a társadalom figyelmét. Természetesen egy maroknyi ellenzéki párt lehetőségei figyelemfelhívása, a politikai üzenetek megfogalmazása. Ön például komoly közgazdászként azt állítja, hogy Magyarországra azért nem jönnek a befektetők, ugyanebből a gondolatból, hogy önkényuralom van Magyarországon, hogy azt is mondta az ATV-ben a minap, hogy megszűnt a jogbiztonság, és ez elüldözi a befektetőket. Egyetlen olyan ítéletet tud-e mondani a közelmúltban, amikor bármely külföldi befektető ügyében magyar bíróságok láthatóan, bizonyíthatóan hatalmi beavatkozásra jogszerűtlenül, törvénytelenül döntöttek? Mondja, mennyi ideje váltotta a legfelsőbb bíróság 6 éve megbízott elnökét, akit mandátuma közben mozdított el a Fidesz. Az az utód, az a két utód, akik mind a ketten Orbán Viktor baráti körében... Nem egészen fél éve, de látja bármi jelét annak, hogy konkrét bírósági ítéletekbe beavatkoznának? Emlékszik arra, hogy mikor jutott a Fidesznek eszébe, hogy a bíróságokhoz hozzá kell nyúlni? Akkor emlékeztettem el. Akkor, amikor Orbán Viktor bemondta az országgyűlésben, hogy őrizetbe vették a MOL vezérigazgatóját, majd a független magyar bíróság szabadlága helyezte az illetőt azonnal. Mert ez egy érdekes teória, mert az ellenzéki lapok éppen arról cikkeznek, hogy ebben az ügyben kormányhoz közel álló vállalkozók gyakoroltak nyomást. Azt kellett tapasztalnia Orbán Viktornak akkor, hogy a magyar bíróság még független. Hogy a magyar bíróság még szabadlába helyezi azt, aki ő már az országgyűlésben bejelentette, ami a miniszterelnök, ami az egy miniszterelnök nincs jobb. Az a vehemens vita, amit önök folytatnak ugye a Gyurcsány Ferenc pártjával, aminek az a lényege, hogy Magyarország gyakorlatilag nem is akar valójában az IMF-fel és az Európai Unióval megállapodást kötni, időhúzásra játszik, mert nem akarja elfogadni azokat a nemes az kötelezéseket. Európai Unió normáit. Az de Európai mi az, amit önök mindenáron Orbán Viktor helyében elfogadnának? Ugye itt a legfőbb kérdés az egyik a jegybanki törvény, megmondom, ahol szinte teljesen kapitulált a kormány. De bocsánat, a másik legfőbb kérdés, ugye az a bankadó és a multinacionális cégek adója. Miért szeretné ön, Gyurcsány Ferenc és a Demokratikus Koalíció, hogy ne lehessen megadóztatni a bankokat és a multinacionális cégeket? A bankok adót fizetnek. Magyarországon adót fizettek mindig, ugyanúgy, mint minden vállalkozás. A multinacionális cégek ugyanazon adókulcsok szerint adóznak Magyarországon, mint minden vállalkozás. Ugye tudja, hogy amióta ezt a külön adót kivetették a bankokra, majd a végtörlesztéssel elvették a bankok alaptőkének egy részét, mert csak abból lehetett finanszírozni. Azóta Magyarországon leállt a hitelezés. Előtte, amikor 2008, 2009, 2010-ben, amikor elindult a válság, akkor az anyabankok jelentős tőkeinjekciókkal támogatták azt, hogy a magyarországi leánybankok fönntarthassák a hitelezésüket, és működjön tovább a magyar gazdaság. Amikor, azt mitatják, hogy ennek bármi jelét látták magyar, volna a amikor a magyar állam a bankokat, az itt működő valamennyi bankot ilyen lehetetlen helyzetbe hozta, akkor nem tehettek mást ezek a bankok, hiszen a bázeli szabályok azt mondják, hogy csak annyi hitelt nyújthatnak, amennyit az alaptőkéhez. Engedjenek már, hogy a mondatot befejezzem. Azoknak az intézkedéseknek, amelyeket az Orbán kormány hozott, azoknak nem az amerikai, meg a német, meg az olasz, meg az osztrák anyák a kárvallottjai, hanem azok a magyar vállalkozók százezrével, akik nem jutnak hitelhez Magyarországon, mert az Orbán kormány önkényes intézkedései a magyar bankokat Magyarországon működő bankokat ellehetetlenítették, ezért nincs hitel, ezért állt le Magyarországon a gazdasági növekedés, ezért van az, hogy nem nő a munkahelyek száma. Ezért van egy világgazdasági pangás is minden mellett. Igen, de látom, megnézni a szomszédos országokat, Romániát, Csehországot, Szlovákiát, Lengyelországot, ott mind folytat növekedés, amikor Magyarországon leállt a növekedés. Hogyha ön azt mondja, hogy az Orbán kormány... Az egyik kérdés, itt a másik pillanatban, a másik kérdés, itt ahol ez nekem nagyon tetszik. Azt mondja, hogy az Orbán kormány nem akar megegyezni az IMF-fel. Igen, biztos. Korábban azt is nyilatkozta, hogy a Magyar Nemzeti Bankkal kapcsolatos vita is arról szól, hogy az ott lévő tartalékra akarja a kormány rátenni a kezét.
Ha ez így van, igen. És azt ugye tudjuk, hogy ha nincs megegyezés, akkor a mostani kamatterhek valószínűleg csak nőni fognak, de legalábbis ezen a szinten maradnak. És a forint is tovább fogom. De akkor ebből van. Viszont két dolog következik. Az egyik az az, hogy az Orbán kormány 2014 utánra akarja ezt a problémát a kamatterhek miatt áttolni, akkor vagy elengedi a kormányzást, vagy ő tudja, hogy fizetnie kell a cehet. A magyar népnek kell fizetni ezeket a cehéket, mint hogy ma is de a magyar népnek kell fizetni ezeket a cehéket. Nagyon komoly terheket. Oszkó Péter az imént egy nagyon óvatos becslést fogalmazott meg arra nézve, hogy hány száz milliárdjába kerül a magyar adófizetőknek, 10 millió magyar embernek az, ahogy Orbán Viktor a saját egyeduralmát, önkényuralmi rendszerét védi az Európai Unióval, az Európai Unió normáival szemben, azokkal az Európai Uniós... Ez a költségvetésre ró terheket. Alelnök úr, bocsánatot kérek, de el kell búcsúznunk el, mert elfogyott az időnk, és következik a hajadó. De még engedje meg, hogy hadd gratuláljak önnek, személy szerint. Nagyon szépen köszönöm. Ahhoz a csodálatos interjújához, amelyet túltett a Kádár Jánossal készített. A magánvéleményét szívesen meghallgatom, most nem ez a téma. De látja, ez is egy érvam mellett, hogy ebben a diktatúrában egy köztársasági elnök mégiscsak lemondásra kényszerült. Köszönöm, hogy itt voltam. Én is köszönöm a lehetőséget.